A kompakt gépek egyik alkategóriája a, a szuperzúmos bridge fényképezőgépek. Erre a kategóriára azért térek ki külön, mert nagyon sok üzenetet kapok, amiben azt kérdezitek tőlem, hogy megéri-e ilyen szuperzúmos bridge fényképezőgépet venni. Szerintem nem. Ahhoz, hogy ezek a nagy zoomobik ne legyenek ágyú méretűek, a gyártóknak még kisebb szenzort kell a gépekbe tenni, Ezekben a szuperzoom most bridge fényképezőgépekben nagyon gyakran akkora szenzor van, mint a mai okostelefonokban. Sőt, a 2020-as okostelefonok felsőbb kategóriájában már nagyobb szenzorok vannak, mint ezekben a bridge gépekben. És hogy mi a bajom ezekkel a gépekkel? Hát amíg van elég fény, addig minden rendben van, és tudsz alacsony izón fényképezni, jók ezek a gépek, de ahogy kevesebb a fény, gyakorlatilag meg vagy lőve. Különösen, ha zoomolnod is kell, mert ilyenkor a maximális rekesz is jelentősen szűkül. Szóval lehet, hogy nagyon jól néz ki, hogy így bele lehet zoomolni a teleholdba, de ha ránagyítasz a fotóra, akkor már látod, hogy elég zajos a kép, valamint ha megnézed ezt a is fotót, ami nappal készült láthatóan, látod, hogy bár ISO 800-on készült, mennyire zajos, szemcsés a kép. Ez azért van, mert ez gyakorlatilag egy, egy mobiltelefon szenzor elé rakott brutális objektív. Gyakorlatilag ez, ez kb. ilyen mobiltelefon, obi, és így. És ez van becsomagolva és eladva jó pénzért. Jó, nyilván van benne üveg, meg van benne anyag, meg minden, de szerintem nem érdemes ilyet venned. A gyártók mindig elfelejtik megemlíteni, hogy nagyon jó ez a gigantikus zoom objektív, de amikor ilyen távolra fotózunk, akkor már a levegő hullámzása miatt sem kaphatunk éles képet, egész egyszerűen lehetetlen. Ez nagyon jól látszik itt. És nagyon jól néz ki, hogy idézőjelben 24 mm-es széles látószögű állásban is tudunk fotózni, meg 3000 mm-en is, de látszik, hogy ez a kép már egyáltalán nem annyira éles. Többek között a levegő elmosása miatt, valamint azért, mert az ilyen zoom optikák azért elég nagy kompromisszumokkal járnak, és a hosszú végükön már nem annyira élesek. A közelmúltban az egyik egyéni oktatáson volt alkalmam röviden összehasonlítani a Nikon P1000-es gépet az én Nikon Z50 gépemmel. Elsőre furcsának tűnhet ez az összehasonlítás, de egyáltalán nem az. A Nikon Z50 csak kb. 20%-kal drágább, és a két kitobjektíval együtt súlyban és méretben is a P1000-es környékén van. Sőt, ha a 16 es kitobjektív van rajta, akkor nagyságrendekkel könnyebb és kényelmesebb is kézben tartani. De még akkor is, hogyha az 50-250-es optika van rajta csináltam néhány napali tesztképet, amiből jól lehet látni, hogy miért nem a kedvenceim ezek a gépek. Első a háttérelmosás. Mivel az ilyen szuperzumos bridge gépeknek nagyon kicsi a szenzora, és emiatt az optika gyújtótávjának is sokkal kisebbnek kell lennie, a kis gyújtótáv miatt sokkal kevésbé képes a hátteret elmosni, mint a nagyobb szenzorhoz való nagyobb gyújtótávolságú optika. Pedig itt a Nikon z 50 esemmel F5,6-os rekeszt használtam, itt a P1-esen pedig f 4 eset De nyilván, hogyha itt még tágabb rekeszt tudtam volna használni, mondjuk f 4 et vagy f 28 at akkor még sokkal szebben elmosta volna a hátteret a cserélhető objektíves tükör nélküli Nikon Z50. Szintén háttérelmosás, sajnos a Nikon P1000-rel nem volt alkalmam portrékat készíteni, de itt van két fotó, amit crop szenzoros cserélhető optikás tükörnéküli gépekkel készítettem. Látszik, hogy milyen szépen el van mosva a háttér. Ilyet a Nikon p 1000 vagy bármelyik szuperzumos bridge géppel képtelenség elérni. Azt vettem észre, hogy az ég kéki előtt nagyon szépen kiszokott jönni a magas izó általi képzaj, úgyhogy csináltam pár képpárt tehát bal oldalon Nikon Z50, jobb oldalon Nikon P1000-es, ISO van mindkét kép, szerkesztetlen RAV fájlokról van szó. Ide húzom. Tehát látszik nyilván, hogy itt ISO 100 van mindkét gép, a Nikon z es aminek sokkal nagyobb a szenzora, sokkal tisztább képet ad ISO 100 mint a Nikon B1000-es, aminek sokkal kisebb a szenzora, sokkal kisebb a zaj mértéke is, és emiatt valahogy sokkal tisztábbnak érződik a kép. Itt, itt látszik szinte minden ér, itt, itt valahogy nem érződik annyira tisztának is élesnek a kép. Itt egy másik összehasonlítás, bal oldalon Nikon Z50, ISO 400-on, jobb oldalon a Nikon P1000-es ISO 100-on. Tehát látszik, hogy a Nikon Z50 még ISO 400-on is gyakorlatilag tisztább képet ad, mint a Coolpix p 1000 ISO 100-on. Tehát kisebb a zaj, és az élesség is jóval nagyobb, tisztábbnak érződik a kép. És még egy ilyen izós összehasonlítás, nagyítsunk bele ide, tehát most a Nikon Z50 van ISO 1600-on, a p 1000 meg még szintén ISO 100 -on. most már talán elmondható, hogy a Nikon Z50-nek magasabb a zaja, mint a Nikon P1000-esnek, de valahogy még mindig a kép tisztaságban, élességben, még mindig a Z50-es jobb, pedig ez négy rekeszsel magasabb izón van, tehát izó 1600-on van, ez pedig izó 100-on. Még egy példa a zaj összehasonlítására, és ha most belenagyítok, ide, most ugye a Nikon Z50-nek azért van egy kicsi előnye, a felbontása valamennyivel nagyobb mint a p 1000 de látszik, hogy gyakorlatilag izó 1600-on a Nikon Z50-es majdhogy nem annyi részletet enged láttatni, mint a P1000-es ISO 100-on. Tehát lehet, hogy egy kicsikét magasabb itt a zaj, de valahogy tisztaságban és élességben az z 50 es azért sokkal jobb. Tehát amíg a Coolpix p 1000 essel ISO 100 kell használnunk, ott a Nikon z 50 nel simán használtunk ISO 400 at 800 at akár 1600 at is. Én azt javaslom, hogy ha komolyan akarsz foglalkozni a fotózással, akkor mindenképpen cserélhető objektíves fényképezőgépet vegyél, és kompakt gépet csak ilyen második, harmadik gépnek, amolyan játékszernek, vagy ilyen utazós fényképezőgépnek vásárolj. Bocsi a forgalmazóktól, de ez a véleményem. Bocsász. Én is ilyen játszós, utazós célra vettem két éve ezt a Sony RX 100-as márkámas gépet, amit amúgy imádok. Viszont ebben egy a kompakt kategóriához gépest nagy szenzor van, és az optikája is extrém fényerős, viszont csak háromszoros zoomolásra képes. Amikor pedig szükségem van a nagyobb gyújtótávra, szebb képminőségre, jobb háttérelmosásra, akkor a Nikon Z50-es gépet viszem magammal bár van egy full frame szenzoros Canon 6 d is, ezt mostanában egyre kevesebbet használom, főképpen a nagy mérete és súlya miatt. Tehát ezeket a szuper zoomos bridge gépeket tényleg csak akkor állom, hogyha nagyon-nagyon fontos az, hogy ne kelljen cserégetni az objektívet, és hogy nagyon messzire úgymond el tudjunk látni, bele tudjunk zoomolni a témába, de fontos, hogy ezekkel a gépekkel csak sok fényben, tehát általában napfénynél tudunk elfogadható eredményt elérni. Tehát a használatuk erősen korlátozott. Ezzel szemben a cserélhető optikás crop vagy full frame gépek képminősége minden esetben nagyságrendekkel jobb. Remélem, hogy tudtam segíteni abban, hogy milyen fényképezőgépet válasz, vagy éppen ne válasz. A videó alá majd belinkelek pár tesztfotót, így ezeket majd te is meg tudod nézni nagy nagyításon. Nem is kell találkozunk, szia!